kedves gyerekek, köszöntelek titeket. Imagine Logo-ba tanulnánk programozást. Legelső dolog az lenne, hogy feltelepítetted ugye a programot, a zöld teknőccel elindítottad. A váznadba leírt parancsokat bemásoltad a füzetbe, és ezeket alkalmaznánk. Tehát ha én szeretnék egy vonalat húzni, előre 100, ugye az előre parancsnak a kezdő betűje az E betű, E 100. Ha én azt szeretném, hogy törölve legyen a képernyőm, a törölkép parancsot kell beírnom, és Enter-t ütök. Van egy olyan trükk, hogyha az eddig beírt parancsokat szeretném használni, a felfelé mutató nyíllal, ha egyszer ütöm le egy sorral, felette lévő utasítást hozza be. Ha még egyszer leütöm, akkor két sorra a felette lévő utasítást, tehát nem kell újból beütnöm. Tehát ha még egyszer törölképet szeretnék, kétszer ütöttem le a felfelé mutató nyilat is vele. Ha hátra szeretném mozgatni, hátra 100, be is írhatnám ezt a parancsot, hogy hátra 100, de sokkal rövidebb, felfelé mutató nyillal egyszer leütve egy sorra a feljebb, még egyszer elütve két sorral feljebb ugrott. Ha én azt írnám, hogy hátra 100, sokkal rövidebb ez a parancs. Törölkép. Ha több parancsot szeretnék egymás után írni, azt javaslom, hogy egy sorba írjátok, mert úgy lehet benne javítani. Tehát ha én egy négyzetet szeretnék megrajzolni, a négyzetnek tudjuk, hogy minden szöge derékszög. Előre 100-at kellene előre menni. Itt tudom, hogy el kellene fordulni a teknőcömnek jobbra 90 fok a derékszög. Tehát nem egymás alá írom a parancsokat, hanem egy felfelé mutató nyíl kétszeri leütésével törölkép, felfelé mutató nyíl kétszeri leütésével behoztam azt, hogy előre 100, és ehhez írom hozzá, hogy jobbra 90. Nézd meg, itt volt ez a parancsom, tudom, hogy jó. Egy törölkép után ennyit írtam hozzá, és nézd meg, jó irányba fordult. Ha hibás lenne valami, a működésben mindig csak az utolsó parancsom valószínű, hogy az a hibás. Most előre kellene mennem 100-at. Felfelé mutató nyíllal behozok egy törölképet, felfelé mutató nyíllal behoztam ezt a sort, mert kétszer ütöttem le nyilat, és ehhez írom hozzá, hogy előre 100, és nézd meg, most mi jönne, jobbra el kellene 90-nel fordulnia. Tehát felfelé mutató nyíl, törölkép, felfelé mutató nyíl, jobbra 90. Mi ismét jól teljesítettük a parancsot. Most nézd meg, láthatod, egyre hosszabb az utasítás sorom. Ha most előre kellene mozgatni 100-at, felfelé mutató nyíl, törölkép, felfelé mutató nyíl, előre, és most írjunk be egy hibásat, mondjuk 200-at. Nézd meg, túl sokat ment. Tudom, hogy itt hibáztam, mert csak ezt írtam be újonnan. Tehát ezt kell kijavítanom. Felfelé mutató nyíl, törölkép, felfelé mutató nyíl, nézd meg itt, ezt kell 100-ra átjavítanom. És már jól is működik. Itt kell jobbra 90-nel fordulnom. Törölkép. Ehhez kell hozzáérnem, hogy jobbra 90. Most kellene előre 100-at mennem. Felfelé mutató nyíl. Törölkép. Felfelé mutató nyíl. Behozom ismét ezt a sort. Ide. És ehhez írom hozzá, hogy előre 100. És ugyanabba az irányba nézze, mint amikor kiindultunk. Lehet, hogy szép lenne, ha végére még odaérnánk még egyszer azt, hogy jobbra 90. És nézzetek, egy teljes négyzetet megrajzoltunk. Tehát, ha legközelebb szeretném egy négyzetet rajzolni, ha ezt már fejből tudod, akár ezt ide beírva, kész a négyzeted. A vázlatba
még két utasítás található. Ha szeretném, hogy úgy menjen odébb a teknőcöm, hogy ne húzzon vonalat, van egy ilyen parancs, hogy tollat fel. Csak a kezdőbetűt írtam be. TF. Semmit nem látok, de felemelte a tollat a teknőc. Hátra 150-nel, most már látnám, hoppá, nem hagytam szó közt. Felfelé mutató nyíllal behoztam a rossz parancsot. Balra mutató nyíl, oda megyek. Most már megcsinálta. Hátra 150, de még fel van emelve a toll. TL tollat le. Letettem a tollat, és ha itt szeretnék még egy négyzetet rajzolni, jó, könnyű munkám lesz, mert felfelé mutató nyíllal behozom azt a sort, ami már rajzolt nekem egy négyzetet, és kész van a munkám. Neked is ezt kellene megcsinálni, és ekkor lenyomsz egy print screen billentyűt. Lefényképeztem a monitoromat. Nyitok egy Word dokumentumot, vagy egy jegyzettömböt. Én javaslom a Word-öt, remélem van a gépeden. Üres dokumentum. Beillesztés. És ezt nézd, itt van a munkád, amit te végeztél el. Le kellene menteni a gépedre. File menü. Mentés másként. De én meghajtóra teszem én. És itt lesz, hogy Imagine logo. 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 5/1. Vagy lehet még helyesebb lenne. Röviden. Logo 5.1. Mert lehet, hogy a perjelet nem engedi. Logo 5.1. És lementettem. Nézd meg, itt van. És ha meg tudnád csinálni, a kuktanterembe ezt kellene leadnod. Ezt kellene hozzá csatolnod a kuktanterembe, hogy teljesítesz.